Herceg Gábor, az esti fellépő tánccsoport vezetője ismertette, milyen műsorral készültek. A Hőgyészi Székely Kör minden évben Húsvét vasárnap tartja a Húsvétoló című rendezvényét, ahol a helyi tánccsoportok, a Bokréta, ez a nagy együttes és a Kis Bokréta néptánccsoport mutatja be azt a tudását, amit a szeptembertől idáig tartó időszakban összeszedett, ugyanis ilyenkor már kezdődnek a fellépési időszakok, a turné időszak, úgyhogy abban a fél évben szeptembertől márciusig van lehetőségünk arra, hogy tanuljunk új anyagokat, illetve a régit egy kicsit finomítsuk, úgyhogy ez a lehetőség adott ezen a rendezvényen a gyerekeknek, és természetesen a műsoros estet követően egy jó ízű bál kerekedik, ahol pedig szórakozhatnak a meghívott vendégek is. A táncosok sokat próbálnak a húsvéti rendezvény előtt. Alapesetben hetente egyszer van próbája a kisbokrétásoknak és a nagy együttesnek is. Ez egy 2-3 órás időszakot fed le külön-külön. De amikor már zsúfolódik az idő és már közeledik a rendezvény, akkor van, hogy hetente kettőször is próbálni szükséges. 26 éve alakult meg a Hőgyészi Székely Kör, az együttes azóta létezik. Kisebb-nagyobb átalakulásokkal. Jönnek, mennek a táncosok, a kicsik felnőnek, a lányokból asszony lesz, megszülnek, elmennek egy időszakra, majd visszajönnek táncolni, aztán hozzák magukkal már a gyerkőceiket, úgyhogy most nem panaszkodunk, mert körülbelül 70 táncossal dolgozik a Székely Kör, ami szerintem egy ilyen kis településen hatalmas eredmény. A társaság országos hatásörű egyesületként van nyilvántartva. Tagja vagyunk a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének és a Muharai Elemér Népművészeti Szövetségnek is, ami azt jelenti, hogy azért az országos rendezvényeken mindig meghívást kapunk, többszörösen kiemelt minősítéssel rendelkezik a táncsoportunk, úgyhogy ez is lehetőséget teremt arra, hogy mindenféle nagyobb városban, országos rendezvényen is bemutatkozhassunk, és természetesen, ha van lehetőség, mint idén nyáron is lesz, akkor pedig nemzetközi színre is kivonulunk. Számos élménnyel és tapasztalattal gazdagodnak a közösség tagjai. 4-5 éve járok erre a táncra, a hugommal szeretek ide járni, jó a közösség, próbák is szuperek, hát a Gábor az mindig ilyen viccesebbre csinálja a táncot, élvezetes is, meg amiket csinál például a ilyen nyári tábor, vagy ilyen fellépés, ott is egy kicsit viccesebben próbálja felvidítani minket, a kicsiket, meg ahogy a nagyokat is akarja. Az eseménnyel igyekeznek a régmúltat, a szokásokat visszahozni, mondta Potápi Árpád János államtitkár, a térség országgyűlési képviselője. Jó látni azt, hogy itt is egy olyan közösség él Hőgyészen, székelyek és nem székelyek egyaránt, akik fontosnak tartják a hagyomány ápolást. Örülünk annak, hogy a tavaly egy új székelyházat tudtunk avatni, ez is bizonyítja azt, hogy élő közösségről van szó, és ahogy körülnézünk, meg a műsorban is fogjuk látni, a fiatalokat és a gyerekeket is bevonják, és minden egyes közösségnek akkor van jövője, hogyha a gyerekek is vannak. A sokszínű műsor és köszöntő után egy jó hangulatú bállal zárták Hőgyészen az estét.